Pártaskor az egy orvosi meghatározása annak az elsősorban gyerekeket érintő betegségnek, amikor orvosilag ismeretlen okból elkezd a combcsont fejének a belseje tönkre menni. És legelőször ez abban nyilvánul meg, hogy elgyengül az ízület, és elkezd a környező izmok elkezdenek fájni, menésre jelentkezik, ez elején ritkán, csak időszakonként, és utána folyamatosan válik a fájdalom, és az ízület egyre merevebb lesz, egyre fájdalmasabb. És a mozgások is beszükülnek, egyre nehezebben jár, utána sántikálva jár, és utána pedig az, mikor az ízület, ahogy kezd tönkre menni, az állandó terhelés miatt aszimmetrikussá válik a járás is. Tehát. És hogyha nem történik közbeavatkozás, akkor egy esés alkalmával, vagy egy nagyobb megerőltetés alkalmával eltörhet, vagy hogyha nem törik el, akkor majdnem 100%-ra olvasilag, hogy idővel protézisre kerül. Tehát mi forgóra? Ez egy nagyon-nagyon súlyos betegség. Okát, valódi okát nem igazán tudják. Az sem, hogy mi indítja el a folyamatot, ugyanúgy azt se tudják, hogy mi állítja meg a folyamatot. Úgy tartják, hogy autolimitált, vagyis magától is megáll, csak hogy ez 2-5 évig is eltarthat. És ez sima esetben. Na most a kisfiunk nem volt ilyen sima, perteszkórus eset. Ugyanis nem csak egy, de két betegsége is volt. Nagyon súlyos felszívódási zavarai voltak a glutén enteropátiája miatt. 17 kiló volt, összesen 8 évesen. Kalcium, ásványi anyagok, nyomelemek, a teljes vitaminok, teljes hiánya volt a szervezetében. Gyakorlatilag bármit megevett, úgy, ahogy megette, ki is ürült a szervezetében. Ez még továbbra súlyosbította az ő esetét, de nem is ez volt a legsúlyosabb mindközül. Legsúlyosabb mindközül a lelki háttere volt. András rávilágított a Matrix komputeres mérésével, hogy Kunnak a betegségét nek lelki oka van, mégpedig a szeretetnek a hiánya és a támasz nélküliség. Igen, sejtettem, hogy egy nagy része a lelkéből ered, de nagyon érzékeny lelkű kisfiú. Nem úgy tűnik, mert nagyon élénk, bátor és magabiztosnak tűnt, és rendkívül merész volt nagyon sok élethelyzetben. Amikor kisebb volt, olyan történet is történt, hogy erdőbe sétáltunk, és egy viperát meglátott, és odaállt a vipera elé, és mondta, hogy négy kígyót, tehát ennyire nem félt. Vagy haragos kutyák nekünk ugrottak, és odaállt a kutyák elé, és visszaugatott, és a kutyák visszahököltek. Rendkívül merész volt és bátor, és ezért nehéz volt arra ráérezni, hogy valójában egy érzékeny lelkű kisfiú. Elmondta András, hogy a Kund lelke, lelkét úgy képzeljük el, mint amikor egy tükröt 1000 darabba törünk szét, hogy ilyen kis darabokban van a lelke, és az lesz a feladatunk, mint család, közelebbi és távolabbi családtagoknak, hogy visszaépítsük az ő kis lelkét, mert anélkül, hogy visszaépülne a lelke, nagyon kicsi az esély a gyógyulásnak. Nagyon nagy válságon mentünk keresztül mindannyiunk, az egész család. És nagyon megromlott a kapcsolatunk a párommal, ha egyáltalán a kapcsolat nélküliséget kapcsolatnak lehet nevezni. Munkába menekültünk mindketten, és nem vettük észre azt, hogy a gyerekeink, azok szeretet nélkül élnek. Próbáltak jelezni a gyerekek azáltal, hogy azt mondták, hogy anya, itt vagyok,
verekedtek, veszekedtek egymással, mindent elkövettek, csak hogy figyelmet kapjanak részünkről. De ez nem történt meg. És ami a legsúlyosabb, hogy türelmetlenségünkbe és dühünkbe és gőgünkbe gyakorlatilag erre az agresszióval elkövettem a legsúlyosabb bűnt, amit el lehet követni. Agresszióval válaszoltam. Hát úgy nagyjából itt tartottunk, amikor Kovács Magyar András és Ildikó irodájába időpontot kérve először eljöttünk ide. András megmérte őt is, minket is, Ildikó is, elbeszélgetett az egész családunkkal, és cseppeket adtak neki. De nem csak cseppeket adtak neki, hanem reményt. És a mi fiunkban óriási szív lakozik, és óriási kitartás, ami mindenkit megszégyenít. Még egy felnőtt embert is. Az orvosok azt mondták, hogy nem állhatsz rá a lábadra, mert ellapul a csompfej, és életedre sánta maradsz. És az én kisfiam másfél éven keresztül nem állt rá a lábadra. Soha, egyetlen egyszer se, éjjel se. Mikor felkelt, hogy kimenjen a vécére, soha-soha. És azt mondták Andrásék, hogy nincs választás. Mi ugyan gluténmentesen étkeztünk, az Andrásék protokollját betartva, és Kunnak nem nagyon volt otthon választása, de mikor kikerült iskolába tejkifli program, barátok szülinap, torta és pizza, a dédi mama finom sütéje és az Erzsi mama dugi kenyere között mindig jutott glutén a szervezetébe, és így kerültünk ide. De attól a pillanattól fogva, hogy András és Ildikó tudatosította benne, hogy nem szabad, nem nyúlt hozzá. És mai napig nagyon-nagyon szigorúan betartja. Nem eszik semmit. És folytak a dolgok, és próbáltunk mindent megtenni, kivezettük a nehéz fémeket a Matrix Drop cseppek segítségével. Kivezették az oltás okozta mellékhatásokat. Én magamról tudom, hogy lelkierő nélkül semmit sem lehet tenni, gyógyulni sem. És a biztatás és a lelki támogatás és a bizakodó pozitív jövőkép nélkül nincs gyógyulás. Tehát ebben mindig kell mindenkinek segíteni, és erre nagyon kell figyelni, persze nem mindig sikerül. Egy évig próbálkoztak mindennel. Az édesanyja olyan orvosokkal dolgozik együtt, akik csontvelő transzplantációval foglalkoznak. Ha lehet mondani, a sebészet egyik legkiemelkedőbb dolgát tudta, de semmilyen gyógyszer, semmilyen módszer nem segített. És megkerestek, mondtam, hogy nagyon szívesen megpróbálok segíteni abban, hogy a gyermek meggyógyítsa önmagát. Ez igazodási pontokra van szüksége. Megcsinálták a protokollt, és összeállítottunk a feleségemmel egy olyan információs csomagot, ami a csontépítést ösztönözte a tudatában. Néhány hónap múlva látták a felvételeken, hogy megállt a romlás. Egy év telt el, ennek most néhány hónapja, tökéletesen visszanőtt a combcsont, 2 centimétert, és a vápa. 100%-os a csontépülés. Magyarul az öntudata, a felettesénje képes volt újraépíteni a csontozatát. Eltelt másfél év, ami rekordidőnek számít minden szempontból, és a kisfiunk ráállhatott újra a lábára. Én úgy gondolom, hogy ez a másfél év nem neki kellett, mert akkor mikor a szíve van, csak így ne pitty-patty lábra állt volna. Nekünk kellett a családunknak, hogy rendezzük a viszonyainkat, hogy újra kapcsolatunk legyen, hogy újra igazi családdá váljunk, és újra szeretni tudjuk a gyerekeinket. Testileg megállapították, hogy a csont teljesen meggyógyult, és ráállhat, és lelkileg pedig újra visszakaptuk azt a kisgyereket, csak most már nagyobb, idősebben, nagyobban, aki a legelején volt, hogy újra úgy érzi, hogy nincsenek korlátai, újra úgy érzi, hogy
bármit megtehet, amit meg szeretne. És otthon mindent megtettünk azért, hogy olyan legyen a családi légkör, hogy ne érezze lelkileg korlátozottnak, meg lehetőségében korlátozottnak. Nagyon sok oka volt a gyógyulásnak, minden oldalról segítséget kellett kapni. Andrásék és Ildikó, Kovács Magyar András és Ildikó segített, a munkatársaik segítettek a gyógyítőközpontba. A családom minden tagja Matrix dropsokat szedett folyamatosan, idegrendszer megerősítésre, a mi lelki gondunk megoldására is, hogy sokkal türelmesebben tudjunk hozzáállni, sokkal kedvesebben, megértőbben álljunk unthoz, és vegyük észre, amikor nincsen jól, és vidítsuk fel őt, mi is váljunk jókedvűvé, és mindig ezt a jókedvet igyekezzünk a környezetünkbe és minden családi helyzetbe erősíteni. Odafigyelés a fölcsugárzásra, fölcsugárzásmentes helyre tenni az ágyat, a nehéz fém kivezetés legfőképp Kunnál, és az oltások mellékhatásainak a kivezetés, illetve a család többi tagjainál is. Ez mind hozzásegített ahhoz, hogy ő helyre jöjjön. Türelem és kitartás kellett, mert voltak olyan időszakok, egy pár hét, amikor stagnált a folyamat, és nem engedhettük meg, hogy elveszítsük a reményt, hanem újra és újra be kellett lelkesedni, belelkesíteni egymást, és segíteni Kunnak, hogy helyre jöjjön. Mindent megtettek ezért, protokollt, lelkiséget, gondolatiságot, és megkeresték azt a mintát, azt a mátrixot, amellyel a tudattal tudtuk tudatni, hogy mit kérnénk tőle. Olyan ez, mint egy idegen nyelven beszélni. Ha nem tudjuk a tudattal való kommunikációs nyelvet, mi gondolatban hiába mondjuk, hogy jaj, úgy szeretnék egy új csontot, jaj, úgy szeretném, ha kinőne a vápám, jaj, mindent megteszek, csak tűnjen el a húsevő baktérium belőlem. Ezt nem érti a tudat, ezt csak az elme érti. Viszont az elme nem képes csodákra.